Mindenképpen elsődleges előnyként azt hangsúlyoznám ki, hogy ez egy kis főiskola, kisvárosi főiskola, tehát ebből adódóan az a legfontosabb, amit mi ki tudunk használni, hogy jobban tudunk közösséget építeni. Tehát a kis létszámnak vannak előnyei is, mindenki mindenkit ismer, a közösség szempontjából mindenki mindenkinek tud segíteni. Az egyik legnagyobb érték, illetve erőssége az iskolánknak az, hogy nagyon jól képzett pedagógusok, oktatók tanítanak itt, aki a saját szakterületén meg nem kockáztatni, hogy országos hírneveket is tudhat magának. Én azt gondolom, hogy aki ma Magyarországon a pedagógus pályát választja, vagy a szociálpedagógiát is ide sorolva, a szociális pályát választja, az nagyon-nagyon elkötelezett tud lenni. És ma Magyarországon pedagógusnak lenni, igaz, hogy nagyon nehéz dolog, de egy nagyon gyönyörű hivatás. Annál nagyobb öröm az ember életében nincsen, amikor azt mondja egy diák, hogy nagyon jó volt az, amit tetszett mondani, nagyon jó, amit kaptam öntől, nagyon jó, hogy itt lehettem ezen az órán. Az egyik az, hogy jó hangulat, a másik a szakmai felkészültség, a harmadik pedig a közösségi élet. Ez a három, ami eszembe jut.